Pompás a díjugrató pálya, lassan teljes a lovaspark. Igen, valóban így van. Az volt a szándékunk, hogy ne csak a fogassportnak, hanem a lovasport egyéb szakágainak biztosítsunk lehetőséget, és így a mai ugróversenynek ez egy komoly lehetőség, hogy itt meg tudtuk ezt rendezni. A hétvégén viszont a főszerep a fogathajtásé. Milyen mezőn gyűlt össze, és hát mi a jelentőség a versenynek? A versenynek a jelentősége 31. alkalommal kerül megrendezésre. A Fábián Sebestyénben 10. alkalommal nemzetközi világkupa forduló, Magyarország színe java fogathajtásban itt van, válogató verseny az Európa és világbajnokságra. Azt hiszem, hogy csak szuperlatívuszokban lehet a résztvevőkről is beszélni, és a célokról is. Ez az első szabadtéri verseny, és szerintem jól kezdjük a szezont. Furcsa volt a fedett pályák után a szabadtér, de nem volt nehéz vonalvezetés. 8 éve lovagolok, körülbelül 4 éve versenyzem, és az a célom, hogy idén a magyar országos bajnokságon tudjak indulni ifjúsági kategóriába. Akkor ennek a összevetésben hibátlan teljesítményével 41,42 század másodperces időeredményével. Elnöke, Pár János úr pedig a szalagozást. Nagyon szép lovak ezek a ságiák, jellegzetes. Zsuzsa Lorával, majd Csontos Dominika Gerdával. Az előző versenyző Bánfi Attila Carmennel 4 hiba pontot szerzett, ideje 51,21 század másodperc. Lele Adrien Ginuszi nevű lova, származását tekintve apáról Ginusz nevű méntől származik, anyáról Sisi. Apja Lendület, anyja Barbie Gambrer nevű mény után. Fejfanca 2008-ban született. Tenyésztője és tulajdonosa Endrédi István járt belénben. A Sötétben Kanca 2004-ben született, 60-ban született, tenyésztője és tulajdonosa Kucsora István Hódmezővásárhelyen. Anya Zsuzsa Paraci, a Tóborzó
méltán, sárga mind kettőre.